Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Helyére került a korsóslány szobra a Kossuth utcán. Idén is megtartotta a hagyományos traktoros ballagását a galamb. Az önfeled kikapcsolódásé volt a főszerep május 1-én. Már csak kisebb simítások és környezetrendezés vár a Kossuth utcai új pihenőpark teljes kialakításáig. A helyszínt Farkas József Erzsébet polgármester és Kovács Sándor önkormányzati képviselő járta be. Utóbbiton megtudtuk, a korsóslány szobra egykoron a Csanád vezértéren állt, és szerették volna visszaadni a város lakóinak. Az önkormányzat több mint 7 millió forintot fordította a fejlesztésre. Makó város önkormányzata elkötelezett abban, hogy a város köztereit, parkjait, kultúrát pihenőhelyként újítsa fel. A Kossuth, Bolygó és Baross utcák háromszögében lévő parkot két ütemben valósították meg. 2020-ban született döntés arra vonatkozóan, hogy a tér közművesítését kialakítsák, a válság ideje után pedig megkezdődhetett a tényleges munka. A korsóslány szobra most a helyére került, de kisebb javítási munkálatokat még el kell végezni a szakembereknek. Én szeretném elsősorban megköszönni képviselőtársamnak, hogy ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy megvalósuljon. Az önkormányzat a teljes összegben tekintve 7,5 millió forintból valósította meg a két ütemben rehabilitált teret. Ugye a közművesítési volt az első, a másik pedig magának a parknak a kialakítása, illetve a szobornak, illetve a medencének a restaurálása és helyreállítása. A park pihenőparkként fog majd szolgálni, mint említettem. Nyilván ennek megfelelően virágos környezettel, beültetett fákkal, padokkal elhelyezve, kamera kerül kihelyezésre, és magát az ivókutat pedig meg is világítjuk, tehát este is látogatható lesz maga a tér. A kút elhelyezésének és a park kialakításának a kezdeményezője Kovács Sándor önkormányzati képviselő volt, aki komoly kutató munkát végzett, mielőtt előállt volna a kész tervekkel. Egy nagyon összetett munka volt, ebbe a Makóváros önkormányzatán kívül a művészeti alkotók bizonyos szervezetei, a főépítész rajzai véleménye, minden benne van. Tehát ez úgy kezdődött, hogy azt a kutat szerettük volna ide visszaállítani, ami itt volt. Itt volt, és körülbelül a 60-as években elbontásra került. Ez egy korsóslány volt a tetején, de egy öntvénykút volt. Meg tudom mutatni egész pontosan, itt van, így nézett ki valamikor. De égön földön az alsó részét, ezt a trapéz alakú öntvényt nem lehetett megtalálni, sehogy. Halmágyipari Múzeum vezet igazgató úr segítségével utcára jártunk, ahon sejtettük, hogy lakhatott az, aki annak idején elbontotta, vagy valami, de nem akadtunk a nyomára. A kút elemeinek restaurálásában oroszlán részt vállalt Tóth Árpád sírköves, Matuszka István, a Szakma Center Kft. Ügyvezetője, és Zenta István, a Váker Kft. Egykori dolgozója. A hivatalos átadóra várhatóan május végén kerítenek sort. Több mint 20 traktorral vonultak keresztül a városon az Alföldi ASC Galamb József mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola tanulói a híres traktoros ballagásuk keretében. Az intézmény rendezvénye a lakosság és a diákok körében is rendkívül népszerű, idén már limitálni is kellett a résztvevő járművek számát, mondta a televíziónknak Horváth Zoltán igazgató. Traktorok motorbőgése és dudálása adja tudtára minden évben a makóiak számára, hogy újabb osztály ballag el az Alföldi ASC Galamb József mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolából. A diákok nagyon élvezik, hogy feldíszített traktorokkal és pótkocsikkal hajthatnak keresztül a városon, tudtuk meg Horváth Zoltán igazgatótól. Idén volt először, amikor limitálni kellett a résztvevők számát, mert egyre többen jelentkeznek a diákok közül, hogy akkor ők traktoroznának. 20-25 fölé nem nagyon szeretnénk menni, mert azért mégis egy város életét kell felbojdítanunk.
A szervezés az már február környékén elkezdődik a jelentkezésekkel, illetve a énekbetanítással, traktorok beszerzésével. A lényegében a fő szervezési munka az két héttel ezelőtt kezdődik, amikor a rendőrségen szólunk, az általános iskolásoknak szólunk. Ez a rendezvény lényegében a hagyományos bolondballagásnak felel meg az iskola életében. A tanulók nagy része saját járművét használja a felvonuláson, amelyek között akadnak újabb típusok, és olyanok is, amelyek sok évtizedet ledolgoztak már. Ez egy LTZ55A összkerékhajtású, léghűtéses, négy hengeres. Igazából azért szerettem, mert kicsi, összkerekes és léghűtéses, meg erős. A felvonulás során a diákok útba ejtik az összes általános iskolát Makón, és ezeknél meg is állnak néhány percre szerenádot adni. Itt rendszerint vidám gyerekcsapat várja már őket, akik szívesen fotózzák is a nem mindennapi látványosságot. A család minden tagja talált kikapcsolódási lehetőséget a Marosparton megrendezett majálison. Kígyózó sorok álltak a sátraknál, a vattacukrosnál, a körhintáknál, de még a céllövöldénél és a dodgemnél is. Még a jó idő is kedvezett ahhoz, hogy kicsik és nagyok önfeledten tudják élvezni a különféle kikapcsolódási lehetőségeket a friss levegőn május 1-én. A Marospartra lelátogatókat kürtös kalács, vatta, cukor és finomabbnál finomabb ételek illata hívogatta, amelyet a kóstolás után különféle hűsítő italokkal kísérhettek le. Barátnőimmel érkeztem, és ez a kedvencem, jobb, mint a szegedi. Sokkal családiasabb a hangulat, és ezért sokkal jobb. Mi mindent próbáltatok ki? A lánchintát, a dodgemet, a hullámvasútot, meg kajákat próbáltunk ki. Milyenek voltak az ízek, miket próbáltatok ki? A gofrit próbáltuk, a vattacukrot, próbáltunk epret is, kipróbáltunk mokóépret, és nagyon jó volt minden. Igazából mi voltunk ilyen nagy körhintán, ilyen láncosan, de nagyon élvezték, és már több kört is mentünk rajta. Dodgemeztünk is, és tényleg a lánchinta a személyes kedvencünk, de a dodgem is azért elég jól megettünk vattacukrot, kürtős kalácsot, úgyhogy nagyon megéri eljönni. Stábunk megtalálta a talán egyik legrégebben tevékenykedő kürtős kalácsost, Frányó Pétert, aki örömmel mesélte a kezdetek kezdetéről. A szújéba mindig kiabálták be, hogy kürtős kalács, kürtős kalács. Elmentünk a barátok ma Barkaszra, hogy nézzük már meg ki a kürtös kalácsos. És kiderült, kérdezi csókolom, hogy volt szakosztatom, csinálta az egészet. És akkor azt mondta nekem, hogy nem én jönnék ide dolgozni. Hagyjam ott a postás részt, és akkor fővesz nekem állandó munkára. És akkor innen 1986 óta, január 1-e csinálom ezt a kürtös kalácsot. Akkor találtam ki ezt a rendszert, mivel ugye ez úgy történt az egészben, hogy akkor azt mondták, hogy rákkeltő a passzé, meg minden. Azért fektettem be ilyen kerámiába, és akkor így megcsináltam, és akkor azóta űzöm az ipart, hála jó Istennek. A bátor jelentkezők a magasból kémlelték a tömeget, de akadtak olyanok is, akik sikítozva integettek a családnak vagy az ismerősöknek. A majálison önfeledt és mosolygós arcokat lehetett látni. Stábunk kíváncsi volt arra, hogy a kilátogatók milyen élményekkel gazdagodtak és milyen emlékeik vannak erről a napról. Nagyon jól érezzük magunkat. Jó. Szépek, úgyhogy minden szerintem ideális is a városnak ez a sok rendezvények sorozata. Még általában szét is szoktunk mindenütt nézni. Én nagyon-nagyon szerettem és mindig vártuk egyébként. Mi mindig családosul jöttünk ki, ugyanis főleg amikor kisebb gyerekek voltunk, és amit lehetett kipróbáltunk, vonat, hinta, ugrálóvár, nagyon-nagyon szerettük. És mai napig jó élmények vannak bennem, úgyhogy szeretném ezt a gyerekeimnek is átadni, vagyis most már ugye kezdenek nőni, de azért igyekszem, amit csak lehet. Jól érezzük magunkat. Köszönjük. A kisfiam és a férjem pont most fognak hintázni egyet, aztán majd a kislány is. Még most jöttünk egyébként nem olyan rég. Kisvonatoztunk, meg hullámvasutoztunk még. Még eztán fogunk majd még több mindent kipróbálni. Kedvenc ünnepem az évben. Minden egyes évben nagyon várom az illatok, a hangok, a látvány. Nagyon szeretem az egészet.
Nekem teljesen ugyanolyan, mint a búcsú, Csorváson is szokott lenni, és ugyanolyan. Az árusok színes portékei is csalogatóak voltak, és a különféle kikapcsolódási lehetőségek mellett még emléket is tudtak vásárolni a majálisozók. A makói majálison délután a programok mellett igen széles koncertrepertoár örvendeztette meg a zenekedvelőket. Sztojko Mihály retróslágereket hozott a közönségnek, míg városunkba látogatott a fonogramdíjas énekes Jani Csákveca, illetve Békefi Viki és Jao előadó művészek. A délutánra már kezdett megtenni a Morospart fiatalokkal, családokkal és idősebb korosztállyal is. Sokan ismerik és szeretik a több mint 50 éve tevékenykedő Sztojko Mihályt, aki most a legismertebb retro slágerekkel érkezett. Olyan gyönyörű a lány, kire már csupogány, hangja lágy a muzsikán. Nem kell légi pénzegyén, nem kell légi gazdagul. Most egész más köntösbe öltöztetve, egy más stílusba, de modern stílusba, úgymond, mert hát azok a régi stílusok nagyon szépek, gyönyörűek, de egy nagy gondolat mozdult meg a fejembe és a szívembe, mert az emberek nagyon szeretik, hogyha jó temperamentumos, mozgalmas a zenei paletta, mert lesznek ebben még egy olyan kis mulatós egyveleg is, meg mindent, amit már úgy összeszedtem, amit tudván tudom, hogy az elmúlt 50 év alatt, amit össze tudtam hozni, na azokból válogatást raktam össze. Továbbá szó esett arról is, hogy tavaly elnyerte saját szerzeményével a Dankó Pista díjat. A makói művész felváltotta a fonogramdíjas fiatal énekesnő Jani Csákveca, akit a közönség már számos tehetségkutatóban láthatott. Az előadó örömmel mesélte a zenei repertoárról és arról, hogy mi elteti. Saját zenékkel készültünk legfélképpen, nyilván benne vannak azok a dalok, amelyeket ismerhet a közönség már, és van egy-kettő, ami talán kevésbé, és DJ kollégámmal és sógorommal és zenésztársammal érkeztem. Szeretek énekelni, és szeretem a zenét, és szerepelni nem, és szerintem végülis engem valamilyen mértékben ez tart a színpadon, legalábbis a közönségnek ez az ereje, hogy ezt valószínűleg érzik, hogy nálam ez nem arról szól, hogy mindenképpen mutogatni akarom magamat, hanem valóban szeretem azt, amit csinálok. Csak úgy váltották egymást az előadók. Városunkba érkezett Békefi Viktória, akit a közönség a Sztárban szerleszek első évadának győzteseként ismerhetett meg. Az énekes színésznő férjében Feng Yao énekessel egy igazán vidám és ismert zenei palettával örvendeztette meg a kikapcsolódni vágyókat. Egy olyan műsorral készültünk, ami tulajdonképpen átöleli a mi történetünket egészen a műsortól napjainkig. Ebben nyilván megtalálhatóak nagyon-nagyon sok pörgős, de lassabb feldolgozások egyaránt, valamint saját dalok. Azért mégiscsak így május, majális az ember inkább úgy jön ki ide, hogy így megy jobbra, balra bulizni, pörögni, így a mi is a műsorunkat most azt szerint állítottuk össze, de tulajdonképpen megvan így korszakra bontva, meg eseményekre bontva, hogy melyik dal mihez köthető. Hoztunk egy Disney feldolgozásunkat, ami igazából a mi leghíresebb egyik ilyen medlink, a Disney medli, úgyhogy azt is fogják hallani. Csak annyit jelent, szép az élet itt lent, tiszta érdezett. Az este hátra levő részében pedig DJ Szatmári Fitz Szakos Andi lépett fel, és szórakoztatta a táncolni vágyókat. A hosszabb összefoglalónkat a május 9-i Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg. A Bérpalota Makó egyik legszebb neobarokk épülete, mely a főtér és a városkép meghatározó része, és a párkányok alatt több száz molnár fecske fészkel. A vándormadár és a létesítmény is a makói települési értékrár kincseit gyarapítja, amelyekről bővebben Tamási Aladár beszélt. Mint arról már korábban beszámoltunk, a makói települési értéktár az Agrárminisztériumtól nyert pályázati támogatásból kisfilmeket készített, amelyben televíziónk is közreműködik. A forgatások már javában zajlanak. A közelmúltban a két kis felfedezőink, Nagy Krisztina Natália és Dömötör Rajmond a molnár fecskékről érdeklődtek Tamási Aladártól. A makói értéktár bizottság tagja ásta bele magát a témába, és ő javasolta, hogy vegyék fel az értékek közé ezt a vándormadarat. Főhős
őseink az első világháborús emlékmű előtti téren találkoztak, ahonnan jól szemügyre vették a Molnár fecskéket. Ezen a téren található a bérpalota, ahol fecskék tömegjei, Molnár fecskék százai fészkelnek. A Molnár fecske vándormadár, költözőmadár, épp úgy, mint a többi fecskefajta. A nyarakat Európába, Ázsiába tölti, a teleket pedig általában Afrikába. Nyáron, amikor ide megérkeznek, áprilistól októberig itt tartózkodnak, itt fészkelnek, itt kötik ki a kicsinyeiket. Általában kétszer-háromszor költenek egy évbe. Szó esett továbbá arról is, hogy táplálékuk a repülőrovarok, mint például a levéltetők és a szúnyogok. Naponta több mint 800 rovart kapnak el, ami összességében azt jelenti, hogy évente 100-150 ezer rovart pusztítanak el. A Molnár fecske 2-3 évig él, de esetenként előfordul idősebb egyed is. A vándormadár minden évben visszatér városunkba, a bérpalota párkányai alá. A marosparti település meghatározó épületéről is örömmel mesél Tamási Aladár. Neobarok épület, az építése igen rövid idő alatt következett be. Az építész, aki elvállalta az építést, 1927. február 26-án vette át az építési területet, és 1927. november 1-én adták át az épületet. Rendkívüli gyorsasággal építettek, és az épület jellegzetessége még, hogy mind-mind makói építőmesterek, mind-mind makói vállalkozók építették, amit itt láthatunk. Az épület kétszintes, az alsó szintjén patika vagy egyéb üzletek vannak. Az emeleten 14 különböző nagyságú lakások vannak. Az épületen több párkányzatot is kialakítottak, ahová 1929 nyarától már fészkelnek a Molnár fecskék, és a mai napig jelen vannak. Tamási Aladár több mint 550 fészket számolt össze az épületen, de sajnos korábban 120-130-at levertek. 10 műfészekkel egy adakozó igyekezett ezt a kárt helyrehozni, enyhíteni. Érkezdenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Helyére került a korsóslány szobra a Kossuth utcán. Idén is megtartotta a hagyományos traktoros ballagását a galamb. Az önfeled kikapcsolódásé volt a főszerep május 1-én. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornán, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a május 2-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!